Muzsikaszótól és jajgatástól hangosak farsangfarkán a székelyföldi Alsósófalva dímbes-dombos utcái. A hagyományaihoz ragaszkodó Hargita megyei település Hamvazószerdán mindig gyászba borul. Maskarát ölt a falu apraja és nagyja, hogy eltemessék Ijést, azaz a telet jelképező szalmabábút. Ijést csiratják a gyermekei és unokái, szomszédai, szeretői és komái. Italos, de jó ember volt az én. Mikor milyen kedve volt, mikor sokat ívott, akkor baj volt, de máskor nem. Megyetek pityókat, sófali pityókat. Főtt pityókát kínálnak a gyászmenetnek pánkóval, azaz fánkkal, cukros lében tálalt szemes kukoricával, savanyú káposztával, zsíros kenyérrel és szalonnával búcsúztatják a vígfarsangi napokat. A teljes falut bejárjuk, az idén 9 helyen fogadnak, ami 5-6 órát vesz igénybe, és a megszokott rendben, módon haladunk hosszan. Megvan, úgy mondjam, a szerepköre mindenkinek, akik már évek óta részt vesznek, a síratóasszonyok, Ijésnek a gyerekei, a komái, szomszédai, mindenki, aki úgy érzi, hogy tartozik Ijésnek, hogy részt is vegyen ebben a télvégi mulatságot. Olyan kékszív zsebes harisnyája volt neki. Tette belé, vette ki ezt a két kezit. Jaj, a vidám gyászmenet házról házra járja a falu utcáit, s ahol fogadják őket, elsiratják a mulatozást kedvelő falustársukat. Elhúzzák a nótáját, és táncra perdülnek a nagy fájdalomban. Mai nap járjunk együtt sárban. Igen, táncolunk. Táncoljunk, ígyünk együtt, megkóstoljunk, köszönjünk egymásnak, kicsit beszélünk, mesélünk egymásról, mit csináljunk. Ha nem táncolunk, nincs tánc. Az időbeli művészet, nem? Úgy mondjuk, zene, tánc, ha nem csináljuk, nincs. Kelepelő gólyával csalogatják a tavaszt, de ugyancsak elengedhetetlen kellék a hagymakoszorú és a savanyú káposzta, és a fiatal legények pattogatott kukoricával és aszalt szilvával díszített ferde kereszt alatt vonulnak. A reformátusoknál ez a bőjt nem igazán számító tényező, de viszont a katolikusoknál ugye a bőjt az nincsen hús, nincsen alkohol, nincsen bulizás. Ez egy olyan alkalom, amikor egy utolsó pillanat mindenkinek. És utolsó lehetősége lett volna Ijésnek is szólni, ám ő inkább meghalt, s jövő vízkeresztig fel nem támad. A méltó búcsúztatást követően Ijést elégetik, a telet eltemetik, és a 40 napos böjt előtt még egy utolsót mulatnak. Alsósófalván 12 feleség, 52 gyermek, 365 unoka ügyel majd arra, hogy Ijés álmát senki ne zavarja, pihenje ki magát a jövő farsangra.